A Magyar Taekwondo Szövetség támogatója a KVON. Sportosat. Híradónk vendégei az idei rali bajnokság P14-es kategória abszolút bajnokai, Rafael Tamás és Szabó Balázs. Szervusztok, mind a ketten úgy ültök itt, mint az autóban ülnétek, ugye, hát Tamás, ugye, annyira Balán. Annyira izgulunk, vagy jó helyen? Jó helyen ültök, ugye, Balázs olyan navigátor. Meglepődtetek ezen, hogy megnyertétek a P14-es kategóriában a abszolút bajnokságot? Nagyképű lenne azt mondani, hogy nem. Természetesen meglepődtünk, de azért valamilyen szinten számítottunk rá, hiszen ilyen tervel indultunk neki ennek az évnek. Tavaly az még egy tanuló év volt, idén mindenképpen ez volt a cél. Természetesen szerencse is kellett hozzá, de nyertünk. Megmagyarázzuk? El kell magyarázni, mi ez a P14-es kategória? Lehet róla valamit beszélni, ez a régi H-csoport, tulajdonképpen ezek lejárt homologizációjú autók. Most egy új szabálynak köszönhetően lehet velük versenyezni újra első osztályban, ugye az országos bajnokság keretein belül. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés volt, ezzel kisebb csapatok is egy komoly szervezett bajnokságban tudnak indulni. Milyen autóval versenyeztek ti most pontosan? Egész pontosan egy koromfekete BMW, egy 1-es BMW-vel, a szakmai nevén 87-es 1-es BMW-vel, ami megfelel a csoport követelményeinek. Ennyi? Nagyjából mit lehet tudni róla az autótokról, amivel végig is abszolút bajnokok lettetek. Így van. Balázs, remélem nem sértem meg, annyira nincs otthon a technikai részében. Szerencsére. Van egy olyan tulajdonság, hogy amihez hozzányúl, az elromlik. Úgyhogy ez az autó egyébként egy hátsókerék hajtású, 300 lóerő környéki, talán egy kicsit erősebb. Itt mindegyik két kerék hajtású, ugye, ebben a kategóriában? Nem, ebben nem? A kategóriában indulnak négy kerék hajtású autók is. Ha nem is a legfejlettebb technikák, de négy kerék hajtású autók de is voltak. De a tiétek két kerék meghajtású. Két kerék ez egy kicsit hátrány azokkal szemben. Vagy nem? Hát természetesen különböző pályák, különböző autók illenének. Én úgy gondolom, hogy aszfaltos, száraz, ideális tapadási körülmények között a mi autónk gyorsabb is lehet akár, mint egy ilyen összkerékhajtású. Nyilván a súlyából, illetve a hajtási nehézségek, vagy igazániból tehetetlenségek miatt. Viszont ahogy nedves az út, veszít a tapadásból az autó, ott már nagy előny a összkerékhajtás. Hányszor kellett vizes pályán versenyezni idén? Fú, ha jól számolom, akkor Pécsen esett, az biztos volt. Egerbe megúsztuk. Ha jól számolom, akkor háromszor kellett nem klasszikus vízen menni, de vizes pályákon. Na, akkor vizes háromszor azért viszonylag akkor hátrányban voltatok ezzel a két kerék meghajtással. Ilyenkor izzad a navigátor? Vagy tudja azt, hogy jó a pilóta, nincs miért? Tudja, hogy jó a pilóta, de szerintem már túl vagyunk azokon a kezdeti izadáson, amire te gondolsz. Jobban odafigyelünk, figyeljük az időjárást, többen vannak kint a pályán, akik az időjárást figyelik, és ezáltal, hogy változik a pálya, próbálunk úgy gumizni a távolabb, illetve hosszabb gyorsokra, hogy ideális tapadás legyen az autónak. Hány éves vagytok együtt? 2008-tól. Igen. 2008-tól. Jó régóta. Hát már ismerjük egymást. Nem mondjátok egymást? Néha. Mert ugye egyes hírek szerint 2016-ban is olyan, hogy együtt akartok versenyezni. A hírek úgy néz ki, hogy igazak, bár évvégén szoktunk csinálni egy záró bulit, aztán ott megbeszéljük, hogy a jövő év az hogy zajlik. Mi már úgy nagyjából beszéltünk, hogy szeretnénk folytatni. Ezzel az autóval is ebben a kategóriában? Hát az autó az most éppen kérdéses, mert valószínű, hogy meg fogom hirdetni most évvégén az autót, ezt szeretném adni, de a kategória maradni fog, szerintem a márka is. Jó ez a kategória? Élvezik a nézők ezt a
kategóriát? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát most már azok a nézők, akik kint maradnak még a P csoportot is megnézni, azok várják, és amit én látok ebből az egészből, hogy élvezik. Uh-huh. Mosolyognak, amikor egy visszafordítóban keresztbe csúszik egy BMW, élvezik és várják is, hogy érkezzen a kategória. Ti vagytok a legvégén? Az első osztályú futamoknál legvégén? Vagy? Ez úgy működik, hogy az első nap, úgy mondanám, hogy az utolsó harmadában vagyunk a mezőnynek, viszont másnap nagyságrendileg azt lehet mondani, hogy másnap előző napi elért eredménynek, tehát az abszolút sorrend helyén lehet autózni. Ebben is van egy furfang egyébként, mert a 16. helytől fölfelé, tehát ha az ember mondjuk abszolútban harmadik, akkor is csak a 16. helyen mehet. Uh-huh. De ez úgy gondolom, hogy egy vállalható dolog. Jó erős középmezőnyben lehet autózni másnap, ott már azért jobban lehet figyelni az eredményeket. Vannak nézők, újra kijöttek? Előbukkantak a szurkolók? Azt mondja, hogy nincs, az hazudik. Uh-huh. Pécsen rengetegen voltak. És nagyon rossz idő volt. Nagyon rossz idő volt, és hozzáteszem azt, hogy a reptéren volt egy prolog megrendezve, ami aztán Pécstől egy 10 kilométerre lehet. Ott is sokan voltak, még az ordidőjárásnak ellenére is. Uh-huh. A pályán viszont sokan voltak. Uh-huh. Még a vasárnapi valamikor délbe értünk célba, vagy akkor mentünk az utolsó gyorsaságikon, még akkor is szép szemben voltak nézők a pályák mellett. A régi rally verseny feeling kezd visszajönni, vagy azért még az távoli? Úgy gondolom, hogy egész, tehát alakul a rally. Nyilvánvaló, hogy nem lehet elvonatkoztatni maga az autóverseny, illetve ugye a gazdasági helyzet között. Én úgy gondolom, hogy szépen alakul. Ez még nem az, ami régen volt, bár mi ugye gyerekek voltunk, amikor ez fénykorában volt, de alakult. Tehát ugye szép lassan elindult valami, tényleg most már kezdenek ugye visszaszokni az emberek a pályaszélére. Én úgy gondolom, hogy valami elindult. Ugye Salgott Tarjány a Rigó Motorsport. Tarjánban verseny? Hát ez egy sarkalatos kérdés. Sajnos nincs. Nagyon szeretnénk, a jövő évi versenynaptárakat még nem ismerjük. Mi nagyon szeretnénk, hát nekünk az egy nagyon nagy dolog otthon versenyezni. Utoljára 2009-ben Rally 2 versenyeztünk otthon, amikor szerencsére nyertünk, és hát az egy nagyon jó élmény volt. Szeretjük, nagyon jó pályák. Jó pálya van ott? Hát én azt gondolom, hogy az ország legjobb pályái ott vannak. Hát ugye Mátra nagyon közel van, Zagyvaronacered, Kazár, Salgótarján, tehát azért vannak olyan szakaszok, amit az összes régi, sőt új versenyzőktől kezdve mindenki szeret, mindenki kedveli, sőt kedvenceik közé tartozik. Valamiért nincs verseny egyelőre, ugye elég nehéz helyzetben a régió is maga, de mi sokat dolgozunk azon, próbálunk embereket összehozni egymással, stb., hogy itt azért mégis elinduljon valami a mi környékünkön is, Észak-Magyarországon. Meddig akartok P14-es kategória versenyezni? Nem fáj a szívetek, amikor látjátok a nagyokat nagy autó alatt? A szívünk nem fáj szerintem. Nem? Hát ez, hogy mondjam, ez csak az anyagiak kérdése. Egyelőre nem tudjuk, tehát nem tudnánk versenyképesek lenni, ez a jó szó. Addig meg úgy látjuk, hogy nincs értelme. Gyűjtjük a kilométereket ezzel az autóval. Én úgy gondolom, hogy ez majd valamikor, ha a célunk nyilván az, hogy előrébb lépünk, ez valamikor nagyon jó fog jönni. Izgalmas lenne ez akár csak egy éles verseny Janika mellett ülni? Biztos, hogy izgalmas lenne, de mi számtalanszor játszunk azon a gondolattal, hogyha látunk egy magasabb kaliberű versenyautót elmenni mellettünk, hogyha csak egy gyorsaságira miénk lenne, mi mit csinálnánk vele. Inkább mi ebbe gondolkozunk. Persze jó lenne menni egy tapasztalt pilóta mellett, de nincs okom panaszom a mostanira se. Jó, csak hogy nem vagy kíváncsi, hogy mennyivel lehet másabb. Egy ilyen autóban. Nálam egyszerű kérdés, én nem mernék beülni. Tehát nálam egyszerű a kérdés. Balázsra nem annyira. Igen. Remélhetőleg lesz majd lehetőségem olyan valaki mellett ülni egy teszt, vagy egy próbaszakasz erejéig.
úgy gondolom, hogy már azért az időelményeket nézve közelítünk az elejéhez, tehát már most nem kapunk annyit, amennyit régen. Ez azt jelenti, hogy hasonló gyorsan megyünk. Aha. Volt már tavaly olyan eredményünk is, ahol abszolút tizedikként írtunk célba. Na. Egy gyorsaságin valami pár másodperccel lemaradva az elsőtől, az már közel azt jelenti, hogy olyan gyorsan megyünk, mint ők. Igen, igen. Hát akkor a sok különbség már nem is lenne. A hosszú gyorsaságikon azért van, de már csökken a távolság. Mit szólsz hozzá? Hát nyilván, hogy mondjam, sok összetevős ez. Vannak olyan gyorsaik, ami nagyon fekszik az autónak, akár nekem is. Ott már tudunk közel lenni, de nem vagyunk versenyképesek, azért ez kár lenne. Tehát azért ugye a rajtások talaján kell maradni. De nyilvánvalóan a költségvetésünk sem azt a szintet éri el. És ezt fel is dolgoztátok, nekünk ennyi pénzünk van, nekünk ilyen ruhánk van, és hogy mondjam, ennyi. Nem könnyű ezt, csak azért ugye az embernek kell húzni egy vonalat azért, hogy tehát maga a magánéletét, ugye a egzisztenciáját azért nem lehet mindent föltenni, ez nem az a sport, amiben meg lehet élni egyelőre. Változik valami most, hogy bajnokok lettetek például? Semmi. Nem lett több a fizetés, az biztos, másnaptól. Nem. Nagyon sok gratulációt kaptunk, és én magam is meglepődtem azon, hogy mennyien követték figyelemmel a mi versenyzésünket. Ez itt ilyenkor csapódott le, hogy meg annyi üzenet, e-mail és gratuláció érkezett. Nem változott különösebben semmi. Uh-huh. Elértünk egy célt. Innentől kezdve ezt majd próbáljuk szem előtt tartani, ettől rosszabbul soha ne végezzünk. Visszakanyarul a bajnoki címhez. Mikor kezdett úgy előttetek, hogy kristályosodni, hogy akár még abszolút bajnokok is lehettek? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én megmondom őszintén, hogy én még az utolsó gyorságig, amikor Pécsen gurultunk, már végén tényleg nem, már gáz sem mertem nyomni, csak valahogy beérjünk. Szerencsére megnyugtató előnyünk volt. Én még az utolsó gyorságon, amikor beértünk, akkor kezdtem el elhinni, hogy ebből lehet valami. Egyszerűen nagyon-nagyon féltünk, ugye, hogy megáll az autónk, olyan technikai baj lesz, hogy akkor még el tudtuk volna bukni a bajnokságot. De mondom, utolsó gyorsági céljában én akkor hittem el, hogy ez egyáltalán megtörtént. Annyira szoros volt akkor a... Szoros volt, egy nagyon jó kis csapat van ebben a kategóriában, baráti a viszony. Kikkel vívtátok a nagy harcokat? Ha... Meg a Lángi Attila, ő a örökös ellenfelünk, nagyon jó barátom, sőt, majdnem, hogy mondhatnám, hogy rokonom is, vagy lesz, vagy az, vagy nem tudom, tehát úgyhogy igazán vele ő az, akivel nagyon jó a viszony, nagyon jó a harc, nagyon jó a csata, természetesen azért a pályán ellenfelek vagyunk, ő szerinte ellenségek, de egyébként nagyon baráti a viszony. Akkor ugye, amikor ment a bajnokság, lement első, második, harmadik kanyar, akkor nem is számolgattatok még, hogy hová érhettek? Vagy... Én minden nap számoltam, bevallom. Igen? Igen. Számolgattuk, nézegettük, viszont tudtuk azt, hogy nekünk a pécsi versenyt azt abszolválni kell, és mind a két napot teljes értékűen, tehát nem szuperalizva, nem kiesve, hanem teljes értékű pontot kell szerezni. Mert volt korábban valami nullapontos? Nekünk már volt egy nullapontos versenyünk, a kategóriatársaknak nem volt. Melyik volt a nullapont, ha már itt tartunk? Fehérvár, amit ki kellett vennünk. Fehérváron érdekes, hogy kétszer estünk ki egy versenyen, tehát az, hogy mondjam, ez csak nekünk. A szombati első gyorságon is kiestünk, visszaálltunk szuperraliba, és a vasárnapi első gyorságon is kiestünk, úgyhogy a Fehérvár az... Miért? Technika vagy? Technikai problémáink voltak. Ott talán a diffink leszakadt, valami sziklába fölakadt az autó hátulja, és leszakította a diffit. Igazándiból nem is mentünk le az útról sem, tehát semmi olyan hibát nem követtem, én úgy gondolom, ami erre utalt volna. Aztán éjszaka megcsináltuk, de nem sikerült, tehát ez kiderült vasárnap reggelre. Akkor Fehérvári után akkor nem is gondoltátok volna, hogy akár még ebből bajnoki cím is mehet. Ott egy kicsit szorossá vált a helyzet, igen. Mert ugye akkor is számolgattál. Hazamentél és számolgattál, hogy hol állunk és mi kell még. Igen, igen, igen. Hát ott egy kicsit úgy elment a kedvem tőle, de aztán szerencsésen alakult. Mert? Az volt nagy szerencsénk, hogy az Attila ott is szuperalizott, tehát kiesett az első nap,
és ugye ez volt a nagy szerencsénk, hogy tulajdonképpen csak fele pontot kapta ott, és így azért megint versenybe kerültünk. Aztán onnantól pedig egész jól alakult. Amikor az autónak nem volt baja, nyerni tudtunk. Volt olyan? Mikor nem volt baja? Hát, túlnyomó részt nem volt baja, ennek is köszönhető azért az évvégi első hely. Szoros volt a pécsi dolog, izgultunk is, nagyon-nagyon biztonsági autózásra próbáltunk hagyatkozni. Kitaláltunk egy stratégiát, egy dolgot, ami szerint mi versenyezni szeretnénk, és ami igazából nagy dolog volt, hogy ez a taktika ez bejött a verseny során, és nem másokat kellett követnünk, hogy hogy gumiznak, mikor tankolnak, hol mennek, mennyivel mennek, hanem tudtunk a saját tempónkba autózni, és az, ami által sikerült megnyernünk ezt a pécsi versenyt. Egyébként fontos volt, hogy karcmentesen hozzátok le a versenyt? Ez mindig fontos. Most különösen az volt, tehát semmiféle árokjárás és egyéb dolog nem fér bele, mert az bár viszonylag nagy előnyünk volt, de ha mondjuk a nézők segítségére kellett volna számolnunk, az nagyon gyorsan elfogy az a 40-50 másodperc, vagy akár az egy perc is, hogyha valaki árokba megy. Én lekopogom, hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy karcmentesen zártuk ezt az évet. A kötelező sérüléseken kívül az autón gyakorlatilag semmilyen kárt nem okoztunk, tehát az jó. Az értékét csak növeltük, és nem csak magatokba se okoztatok kárt. Nem, idén nem volt. Nem. Idén nem volt igazándiból még említésre méltó szituáció se. Tavaly Kassán volt azt úgy kimozogtuk, de most idén nem volt semmi. Én úgy emlékszem, hogy nem volt olyan nagyon rizikós helyzet. Idén voltatok külföldön? Kassa az ugye a bajnokság része. Tehát de azon túlmenve, tehát a bajnoki futamokon kívül értem. Azon kívül nem. Nem vágytok rá? De jövőre azt beszéltük, hogy szeretnénk egy ilyen olaszországi versenyt szeretnénk elindulni, majd, de majd meglátjuk, hogy fér bele a versenynaptárba. Már voltatok egyébként ott? Nyaralni. Nyaralni. Igen, nem. Versenyezni nem voltam. Csak az egy új kihívás lenne, egy új impulzus lenne, nem? Úgy gondolom, igen, új pályák, új környezet. A navigátornak egyébként szerintem egy nagyobb kihívás ez, tehát a Balázs részéről ez egy sokkal nagyobb feladat. Azért ismeretlen terepen, ismeretlen nyelven, stb. Ezért ez elég nagy kihívás. Hát nekem majd a nyaralós emlékkéből majd előszedi a képeket és megoldja. Azért annyira nem lesz a helyzet, mint nézőként, vagy mint más csapattagjaként, már azért mindketten részt vettünk több külföldi versenyen, de igen, szeretnénk elmenni. Sok jót hallunk külföldi versenyekről, nem lekicsinyítve a magyar versenyeket, távol álljon tőlem, egy picit ember, picit versenyzőbb központúak a külföldi versenyek. Szeretnénk elindulni egyszer. És akár egy ilyen EB futam sorozatban, mint az Érdék is például? Hát most egyébként föl van adva a lecke, ugye, mert mi a Érdék ugye egész jó viszony, hogy mi ott versenyeztünk náluk, tehát az ő csapatukban régen. Hát ott föl van adva a lecke, ők elég magasra tették, ugye a Botka Dudu talán RC2-ben nyert is. Igen, a Szeles Petivel. Hát magasan a léc. De nem vágytok rá, hogy esetleg hogy ott is rozadban elindulni? Szerintem minden autóversenyző erre vágyik. Rigomotorsport erre? Hát a rigomotorsport erre tulajdonképpen alkalmas. Nem igazándiból, tehát hogy mondjam, jó szponzorok kellenének hozzá, és onnantól kezdve támogatók. Onnantól kezdve ez megnyílna felénk is ez az út, de nem zárkóznátok el. Jönne a szponzor, akkor mennétek. Egyáltalán nem, így van. Valószínűleg elfogadnánk a... Nagy duzzogva. Elfogadnátok. Mi lesz ebben az évben még a feladat számotokra? Azon kívül lesz egy évvégi banketól, megbeszéltek, hogy 2016-ban is egymás mellett fogtok ülni. Mi lesz még idén a feladat? Gyakorlatilag nekünk ezek a kötelező körök, mint Veszprémben ez a Mikulás rally, illetve a Szilveszter rally, ez nekünk kimarad. Szerintem nekünk ez az autósport évközben jár annyi lemondása, hogy ilyenkor azért bepótoljuk azokat a családi kötelezettségeinket, amik olyankor nem teljesülnek. Elmegyünk síelni, családdal vagyunk, barátokkal vagyunk. Az autó az hamarosan darabokra kerül. Aztán utána vagy eladó sorba, vagy marad. Gyakorlatilag szerintem mi a
azzal a pankettel le is zárjuk az idei éve autósport részét. Kimentek egyébként ilyenkor? Kimentek a Mikulás vagy a szilveszteri összévet erre, vagy nem? A kérdés jó, én mindig elmondom, hogy nem szeretem nézni, hideg is vagy, nyűgös vagyok, ettől főtlen ott voltam tavaly is. Na, tessék. Úgyhogy... És akkor a 2016-os év mikor kezdődik számotokra? Ez egy jó kérdés. Szerintem nekem, tehát én elkezdem összeépíteni majd az autót decemberben, nekem úgy áthúzódik, de sajnos a versenynaptár még nincs meg a jövő évi, így elég nehéz tervezni. Reméljük, hogy meg lesz. Mikor ígérték? Hát illene lassan megjelenni, legalább a tervezetnek. Az már egyébként egy jó kiinduló pont. Uh-huh. Igen. És akkor mit csináltok, most nem rallisztok? Mi lesz veletek? Otthon kell lenni? Nem lesz az jó. Igaz, Balázs? Nem vagyunk az a téli csapatósak, akire gondolsz, hogy beülünk a BMW-nkbe, és akkor a hegyekbe autózunk. Nem, más sportokat találunk. Ma például teniszezni megyünk, ami teljesen számomra régi, a Rafinak egy új hobbi. Uh-huh. Feltaláljuk az imunkat hétvégente. Akkor lesz program, nem fogtok otthon unatkozni? Hát most ezt nagy fába vágtam a fejét, mert a Balázs egész jól teniszezik, aztán most rábeszélt, hogy menjek vele teniszezni, de minél többet voltam eddig, annál jobban rájöttem, hogy nem tudok, úgyhogy nekem előttem áll egy. Na most végig gondoltad, hogy szót fogadtál mindig? Azt csináltad, amit a Balázs mondott a kocsiban, vagy lehet, hogy vissza akarja most adni? Igen, azért, hogy mondjam, tehát a pályát nekem kell húzni, hogyha ez mikor végzünk, de igen, sajnos van benne ilyen is. Igen. Amúgy hallgat rád? Vakon? Azon pilóták közé tartozik, aki nem nagyon tudja a pályát megjegyezni, illetve csak egy részét. És, minden, és ilyen barát mellett mindenki ellenség. Visszatérve a kérdésre, én úgy gondolom, hogy igen, ez így működik közösen ez a gépezet. Uh-huh. De az jó, nem? Ennek akkor van egyébként jelentősége ezeknek, ugye, hogy tehát mi egy új pályára is elmegyünk, egy új pályára, ahol háromszor lehet mondjuk menni, ott ugye azt igazán nem lehet megegyezni. Én ott ugyanúgy elhiszem, amit mond, mint egy olyan pályán, amit tényleg kívülről tud az ember. Van olyan, amit te tudsz kívülről? Hát azért van, persze, de ezt nem szabad elmondani. Nem, egyébként hogy ne, persze, nagyon sok pályát ismerünk, tehát pályák egyes részeit azt egész jól meg lehet jegyezni azért. De azért Magyarországon... De hogyha már másik irányból kell jönni, akkor már gondot okoz. Mert ugye szoktak hát olyat csinálni, hogy most akkor másik irányból. Az persze. Teljesen más, tehát az egy új pálya. Akkor már összekavar. Az egy új pálya, tehát az teljesen más. Uh-huh. Hát igen. Szóval akkor ennyi az autósportnak, akkor ezzel lecsenget, ugye? Én úgy gondolom, hogy erre az évre nekünk igen. Nekem sajnos sokat kell dolgozni az autóval, de... Hát ez a hobbink, szeretjük, úgyhogy nem panaszkodunk. Néha egy kicsit unalmas már azért, amikor nem úgy jönnek össze a dolgok, de egyébként nyilvánvaló az ember azért csinálja, mert szereti. Más autósportot szoktatok nézni egyébként? Mennyire követitek nyomon? Én, hogyha nem akarok megsérteni senkit, de én a Forma 1-en nagyon jókat tudok aludni, tehát az vasárnapi ebéd után ez nekem egy tökéletes kikapcsolódás. Bekapcsolom, egy darabig nézem, aztán nagyon jót alszok rajta. Ettől függetlenül, mint technikai sportokat szerintem Balázs és én is szeretjük, nézzük. Te is alszol a Forma 1-en? Nem, én nem nézem a Forma 1-et, én nagyon jól tudok mosolyogni akkor, amikor egy ilyen baráti társaságban a Forma 1-ről beszélgetnek, és most elméletek minden szakavatott embert kérdeznek valamiről, én azt sem tudom, hogy ki milyen színű kocsival, hol versenyeznek, meg is voltam lepődve, hogy a múltkor pont éjszakai futam volt valahol, hát én ezeket nem is gondoltam, hogy ezek az autók tudnak menni akár sötétbe is. Lámpanélkül. Tehát én ezeket azt hiszem viccelnek velem, hogy most éjszakai futam lesz, hát mondom, el sem tudom képzelni egy Forma 1-es autót lámpasorral. Igen, hát ez egy más világ. Persze, hát az nem is ez a sport. De ahogy láttuk azért, mikor egy-két Forma 1-es pilóta átült rally kocsiba, azért ott már nem ugye azt nyújtotta. Hát nehéz. Jókat tudott esni, igen. igen, más. Más történet. Persze, hát az más történet. Bár most ugye divat ez, hogy sok pilóta, akár a túrautóból, a rallyból, túrautó, egy kis Dakar, egy kis az igen. Ugye, most a lőbb ugye, már most nem mindenhol megy, tehát ami, ahol lehet, aztán hát érdekes, hogy tulajdonképpen melyik szakákban, hogy
egy profi, tehát ők azért profi sportolók, azért azt le kell szögezni. Nem minden szakág ugyanúgy megy nekik, tehát érdekes. Ez pont ugyanez volt a Forma 1 rally, ugye, összevetésében. Igen. Nagyon érdekes, tehát azt hinni az ember, hogy egy ilyen reflexekkel, ilyen ugye adottságokkal megáldott pilóta, az megállja a helyét bármilyen autósportban, de nem így van. Nem. Zárásképpen lehet szögezni, hogy a rally az az életszerűbb, ha azt vesszük, ugye? Mert ugye hát közúton mentek végül utcai is. Utcai autók tulajdonképpen, hogyha így nézzük. És közúton mentek, attól más is egyébként, tehát ez az életszerűbb történet. Ez mindenképpen. Nagyon pontosan megfogalmaztak, hogy ez improvizáció, és valóban ez az, mert kétszer ugyanabban a kanyarban nem lehet úgy elfordulni. Hiába mondja a navigátor le ugyanazt az információt, itt viszont improvizálni kell. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Azért ti ne improvizáljatok a 2016-os esztendőre, hanem precízen tervezzétek meg, mert 2016-ban meg kell védeni ezt a P14-es kategóriában elért abszolút bajnoki címeteket. Sok sikert kívánok hozzá. Köszönöm szépen. További sportosat.